Az egész szerencsétlenség két nyomorult háló miatt történt. Ha ez a két háló bárki más élet volna, hasonló helyzetben otthagyják, és akkor idejében partra érnek. De a háló gazdája történetesen hatara matti volt, és ő nem hagyta annyiban a dolgot. Hogy az ördög vigye el, háborgott. Nekem persze ott kell lennem, amikor a ti hálóitokat keressük. Bezzeg most, hogy az enyémekkel van baj, egyszerre siethetnéktek van. Az én két hálomat meg egy a fészkes fene. Mi? Már jó néhány drága perc veszett kárba a húzakodás miatt. A part felől szakadatlanul erősödött a párás szél, a jég bajlóslatúan recsegett. A rövid decemberi nap hamar szürkülni kezdett, az öt férfi pedig ott topogott a hálókkal és hallal megrokott szánkó körül, és két félig rothadt háló sorsáról vitatkozott. Hataramatti középkorú, sötétbőrű férfi volt. Piszkos szürke báránybőr kucsmáját a tarkójára tolta, és nem tágított. Hol az egyikhez, hol a másikhoz fordult, és egyenként beszélt a lelkükre. Nyilván eszük ágában sincs, hogy az ő két hálóját meg kell menteni. Sötét, borostás arca és bozontos szemöldöke komorrá tette arckifejezését, a tetejébe még dühös is volt. Máskor is gondosan ügyelt a holmiára, most meg kiváltképpen úgy érezte, hogy igazságtalanság érte, nyilván azért, mert három szomszédjának a hálóját megmentették. Igaz, hogy Luchtaniemi Anti hálóiból is többnek nyoma veszett, de Anti az a fajta ember volt, hogy volt, nincs, oda se neki, legyen az pénz vagy bármi más. Most is csak nevetett. Amolyan hirtelen növésű, mókás kedvű, semmire kellő volt, a féle lánybolondító kópé. Matti alig ha keseredett volna el annyira, és nem tekintette volna szinte rablásnak, hogy ott a hálóit, ha Luchtaniemi Anti tartotta volna a száját. De nem tartotta, pedig ahhoz még kölyök volt, hogy belekotnyeleskedjék a férfiak dolgába. Matti bajáról szólva megjegyezte, hogy legalább nem szegény embert csújtott. Matti volt olyan sorban, hogy megélt a sajátjából, de éppen azért vitte ennyire, mert még két hálót sem akart csak úgy odahagyni. Csak azért tudta előteremteni azt, amilyen volt, mert foggal, körömmel ragaszkodott a sajátjához, és vigyázott rá. De itt most nem a te hálód, még csak nem is a te életed az egyedüli gond. Minnyájunknak sorsa ettől a késlekedéstől függ. Szólt közbe, takahiek kapávó, egy hallgatag, zömök, pirosposgás, barna bajuszú ember. A két hálód ára nevében ne kívánt az életünket. Matti hirtelen megfordult, hogy válaszoljon, de két barna szeme megakadt a kuncogó Antin. Miért ne? Matti úgy okoskodik, hogy az életet minnyáján ingyen kaptuk, a hálófonál pedig pénzbe kerül. Matti ügyet sem vetett a fecsegőkre. Néhány lépéssel arrébb ment a kokka akik komoly legények voltak, és bizonyára megértették Matti baját de ők is azzal intézték el a dolgot, hogy ostobaság az időt vesztegetni, mikor a párás szél akármikor elszakíthatja őket a parti jégtől, és besodródnak a ladogára. Hiszen van csónakunk, csónakon persze. Te is nagyon jól tudod, hogy sötétben zajláskor a csónak csak olyan, mint egy szalmaszál. Végső szorultságban jobb, mint a semmi, de... Eridjetek! Tört ki ekkor Matti. Eridjetek ti, Isten átkai, hálóstól, csónakostól. Én akkor is maradok, és kihúzom a hálómat. Tudta, hogy nem hagynák egyedül, de azért gúnyosan odavetette. Kikászálódtam én már nagyobb csávából is. Hát igen, hagyta rá kokko ívari, de éppen ezért tudhatnát, hogy ezúttal kisé veszedelmes dolog a húzavona. Mintha csak ez szavaknak akarna nyomatékot adni, ismét roppant a part menti jég, Megremegett alattuk, majd a jégréteg alatti mozgás valahol jobboldalt folytatódott. A partig alig két kilométer volt az úta jégen. Ha most nem igyekeznek kifelé, akkor közöttük és a szárazföld között egyre szélesedő hasadék keletkezik, mielőtt a csónakokkal és a nehéz hálórakományjal partot érnének. Most aztán gyerünk, mondta határozottan Takahie kapávó. Vagy a hálót keressük, vagy kifelé a partra. Megindult a jég! kiáltott ekkor Kokko Ville, aki figyelmesen nézegette az utolsó léket, és észrevette, hogy kis jégdarabkák kezdenek áramlani a légvizében. Nyomban ott a szánkót, hálostul, halastul, és szó nélkül futásnak eredtek a part felé. Kokko Ivari és Luhtaniemi Anti egy könnyű csónakot vonszoltak magukkal. A jég valóban elhasadt a szárazföldtől. A part már olyan messze volt, hogy a sűrű sötétségben egyikük sem látta. A férfiak megtorpantak, és először szóhoz sem jutottak. Ebben a pillanatban józanságra volt szükség, bár a baj még nem volt olyan nagy. Csónakjuk is volt, igaz, hogy mindössze egy hitvány lélekvesztő, amely kis jégrepedések közötti átkelésre volt csupán alkalmas, és nem bírta meg minnyájukat egyszerre. De ketten kievezhetnének vele a partra, ha ugyan a szél. Mivel úgy rémlet nekik, hogy a szél egyre erősödik, Mindenkinek az járt a fejében, hogy a jégtáblák ki tudja hány darabra hasadoznak, és összeroppantják a csónakot. Több nem volt több idő. Gyorsan el kellett dönteni, kik próbálkoznak elsőnek a partra jutni. Húzzunk sorsot, javasolta hataramatti. De Luhta Némi Anti közbeszólt. Menjenek a többiek, Matti és én itt maradunk, és addig is keressük Matti két hálóját. Takahiek a Pávó elmosolyodott a bajusza alatt. Nolám, ilyenkor válik el, hogy ki, mennyire ember a talpán. Hatara Matti nagyon a száraz földre kívánkozott, hiszen tudta már, hogy ott rekedtek a parttól elszakadt jégtáblán, amely ki tudja, milyen gyorsan sodródott a nyílt víz felé. Káromkodott, türelmetlenkedett, és mindenkit unszolt, hogy határozzanak valamit. De a többiek, mintha csak őt akarták volna bosszantani, szótlanul álltak. A fene egyemek, hogy meglett emberek egy szót sem tudnak kinyögni! füstölgött Matti. De ahogy ez előbb valaki tájoló iránt érdeklődött, végre Matti is megértette, hogy mi aggasztja társait. A szél iránya észrevétlenül megváltozott. Az ég tudja, hogy mikor és milyen irányba. A tapasztalt férfiak ott álltak tájoló nélkül. Mikor elindultak, csalókásan nyugodt reggel volt. Régi, jól bevált jelek nyugodt időt jósoltak egész napra, a hálókat sem messze vetették ki. Gyerekes dolog lett volna iránytűt is vinni erre az útra. Húzzunk sorsot? kérdezte végül Takahiek kapávó, és körbejártatta a szemét. Ám egyedül hataramatti sürgette a beleegyezést. Kokko ívari hűmögött, egyenesre húzta halás csizmája hosszú szárát, és megszólalt. Mi itt maradunk az öcsémmel. Fiatalabbak vagyunk nálatok, és jobban bírjuk a várakozást. És apánknak van még egy serdületlen fia. Minnyáján tudták, ez játék a halállal. Hataramatti tüstént kapott az ajánlaton, de a többiek még nem döntöttek. A kokka testvérek férfi módjára viselkedtek, Ville is, aki pedig még igen fiatal volt. Veszélyes halászatokon vettek már részt, de senki sem hallotta, hogy valaha is dicsekedtek volna ezekkel. A veszély egyszerűen a foglalkozásukkal járt. Nem kellett keresgélniük a kalandokat, és azzal sem volt mit hetvenkedni, hogy épp bőrrel megmenekedtek, mert a legtöbb esetben inkább a szerencsés féletlennek, mint erejüknek és lélek jelenlétüknek köszönhették a Pávó egy pillantást vetett a két fivérre, és észrevette, hogy Ville remeg a fagyban, annak ellenére, hogy írhabondát, kutyabőrkesztyűt és új halászcsizmát viselt. Ráadásul az imént rakott tűz mellett állt. Nem a fagy miatt remegett. A férfiasan legyőzött félelemérzés okozta, a hirtelen keletkezett idegfeszültség. De Ívari olyan nyugodtan állt, mintha a jégtáblán maradni annyi lett volna, mint vásárlás közben a sorára várni. Hát, mire várunk még? kérdezte ismét Hatara Matti. Mit vesztegetjük a drága időt? Minden világos, három ember az első fordulóba, aztán kettő a parton marad. Luchtaniemi Anti folytatta. Matti visszajevez a sötétben, hogy a jégtáblákat sodró viharban megkeresse azt, amelyeken a kókofiúk derekasan várakoznak. Akár én is. Mindegy, hogy ki, csak legyen valaki. Egyedül te nem lennél alkalmas, te hitvány. Vágott vissza Matti. De ekkor Matti elé ugrott Kokko Ivari, aki eddig nyugodtan áldogált. Most látszott először, hogy az izgalmak benne is nyomot hagytak. Matti szavai úgy hatottak rá, mint a szikra a puskaporos hordóra. Csak úgy záporoztak belőle a dühös szavak, és villámlott a szeme. Milyen jogon becsülsz le bárkit is? kiabált Mattira, aki kesztyűs kezét önkéntelenül arca elé kapta. A te rohadt hálóid miatt vagyunk itt, és neked kellett volna felajánlanod, hogy itt maradsz. Most bezzek te mentenéd elsőnek az írhádat. Szerintem Anti bátrabb minnyájunknál, de azt is jól tudom, hogy te kész volnál mindenkit a vízbe haigálni, ha tehetnéd. De a fene egye meg, mindjárt én váglak téged a vízbe, onnan a jég széléről. Takahiek kapávó, mint a legidősebb, közbelépett ne bolondoz ívari! Nem most van itt az ideje, meg a helye, hogy veszekedjetek. Azt kell most eldönteni, kik induljanak a partra. Szeretném, ha legalább Ville kijutna. Ő túl fiatal még ahhoz, hogy elviselje azt, ami az itt maradókra vár. A többieknek is ez volt a véleményük. De Ville ellenezte. Senki sem jelentkezett, hogy elindul, kivéve hataramattit. Végül úgy döntöttek, hogy reggelig kihúzzák a jégtáblán. A partra jutás mindenki véleménye szerint egészen bizonytalan dolog volt. Onnan visszatérni pedig olyan feladat, amely nyilván bárkinek meghaladja az erejét, a jégtáblára visszatalálni majdnem lehetetlen. Így nem maradt más hátra, mint együtt várakozni, és a virradattól remélni valami menekülést. Tehát a jégtáblán maradtak, és abban bíztak, hogy majd megfordul a szél. Tűzre valójuk volt elég, harapnivaló is, és a szánkó oldalának a menedékébe húzottak a szél elől. Persze az, hogy aludjanak, meg sem fordult a fejükben. Korán nézegetni kezdték az égaját, és már pérkadatkor gyaníthatták, hogy semmilyen irányban nincs föld, se zátony, se sziget. A nyílt víz közepén voltak, és lassan észak-kelet felé sodródtak. A hullámzás az éjszaka folyamán erősödött már könnyen himbálni kezdte a jégtáblát, és attól féltek, hogy széttörik alattuk. Luhtaniemi Anti volt az egyedüli, aki elővette az elemózsiás tarisznyát. Neki sem volt már kedve viccelődni, de az étvágya azért nem hagyta el. Ám, ahogy észrevette, hogy hataramatti dühösen méregeti, korábbi szokásához híven mégis ugratni próbálta. Hiába nézegetsz olyan dühösen, Matti. Én akkor is eszem. Ugyanannyit nyom ez, akár a tarisznyában van, akár a bendőmben. Nem azért törik el a tábla, hogy én falatozom rajta. Matti igazán siralmas látvány volt. Meggörnyedve ült a csónakpadon, és mintha tegnap óta éveket öregedett volna. Arra sem volt ereje, hogy kivédje Anti ugratását. Fejét két tenyere közé szorítva üldögélt, és az járt a fejében, hogy egyszer hasonló helyzetben szerencsésen egy szigetre jutott, ahol tüzet rakott, és még aznap a megbentésére jöttek. De most töprengett. Most a menekülésnek semmi esélye sincs. Ez az utolsó nap felkelte, gondolta. Az utolsó. Takahiek a pávo és kokko ívari az imént még ott álltak mögötte, de most átsétáltak a tábla másik szélére. Nyilván a hideg miatt mozogtak, na meg azért, hogy kinyújtóztassák a lábokat. Hogy kinyújtóztassák a lábokat? Kergetőztek Matti gondolatai, majd hirtelen felötlött benne. Vajon mi történne, remélem még nem gépberedtem el annyira, mi történne, ha a csónakkal együtt odaugranék a jég szélére? odaérnék -e? Ha nem, akkor tartom a hátamat, ez világos, jól tudom. De a halál sokkal rosszabb, mint a verés. Igen, a halál helyett a menekvést. Ezt érdemes megpróbálni. És hirtelen, mielőtt bárki megakadályozhatta volna, a csónakot a jég szélére, majd a vízbe lökte. Gyorsan az evezőkhöz kapott, és evezni kezdett neki a teljes erejű ellenszélnek, kapkodva megfontolatlanul, arra sem gondolva, hogy kár az erejét mindjárt az elején eltékozolni. Különben is kiérhette volna utol. A jégtáblán rekedtek, az első pillanatban szóhoz sem jutottak. Tanácstalanul néztek Matti után. Nem azért, mintha ettől a csónaktól nagy segítséget vártak volna, hiszen ekkora szélben két embert se bírt meg. Matti tette azonban érthetetlen volt számukra. Kis ideig néztek a szökevény után, aztán mindenki visszasüllyedt a reménytelen várakozásba. Senki sem kiáltott utána. Annyit se hederítettek az egészre, hogy beszéljenek róla. De úgy látszik, Luchtaniemi Anti akart valamit mondani, mert hirtelen hátra nézett, és éppen tanulja lehetett, amint Matti, anélkül, hogy hátra pillantott volna, a nagy küszködésben nekiütközött egy jégtáblának. A csónak felfordult, és Matti eltűnt a szeme elől. Lehet, hogy a hirtelen rázkódás úgy megijesztette Mattit, hogy elvesztette lélek jelenlétét, mert úgy látszott, meg se kísérli, hogy visszajusson akár a csónakba, akár a jégtáblára. Kapdosott néhányat a kezével, egyszer talán a feje is fölbukott a vízből, lehet, hogy kiáltott is egyet, aztán véget ért az útja. A jégtáblán veszteglő férfiak estig a nyílt vízen hányottak, aztán az éj orosz őrhajók fedezték fel a jelzőtűzüket. Kifogták és vizsgálatra vitték őket. Pár hét múlva a szülőföldjük felé tartottak, és az első pihenőnél megegyeztek egymás között, hogy hataramatti menekülése az ő titkuk marad. Úgy is elnyerte a büntetését, a felesége és a gyereke pedig igazán nem szolgált rá, hogy szégyenkezzenek egy hitvány férfi miatt.